Ez itt a Life magazin. A stúdióban Sőre Gizita. Köszöntöm Önöket, Sőre Gizita vagyok, Williams szindróma. Jellegzetes monószerű arcukról azonnal felismerhetőek, de különleges képességeikről kevesen tudnak. Most a Life magazinban. Furcsa emberkéknek tartják őket manószerű ábrázattal, ám de tökéletes hallással. Az orvostudomány nem ismer gyógymódot a betegségükre, de ők mégis boldogan élnek, hatalmas szeretettel a szívükben. Úgy nevezik őket Williams kórosok. Kriszti talán mindegyikünknél többet mosolyog. Nagyon barátságos, nagyon szeret beszélgetni. A kislány imádja a vendégeket. Nem csoda, hiszen nem sűrűn hagyja el lakóhelyét. Szívesen mennék el egyedül gyakrabban, hogyha így tudnám az irányt. Igen, a 26 éves lánynak problémái vannak a térérzékeléssel, nehezen tudja bal és jobb kezét megkülönböztetni, és nehézséget okoz neki a számok megértése. Ezekkel ellentétben szociális és verbális szempontból kora érett, elbűvölő személyiség. Ez a párismertető jegy az, ami leginkább jellemző arra a személyre, aki ebben az igen ritka betegségben szenved, melynek neve Williams-szindróma. Williams-szindróma egy genetikai, de nem öröklött, hanem ilyen mutációszerűen létrejött genetikai betegség. Töredelmesen be kell vallani, hogy mi riportkészítők itt csak egy hete hallottunk erről a furcsa és ritka betegségről. A ritka betegségnek a most elfogadott európai definíció szerint azt nevezzük, ami 2000-ből egy előfordulási gyakoriságú, vagy annál kisebb. Dr. Fogány Gábor, Kriszti szülei sokakkal összefogva 10 évvel ezelőtt hozták létre a Magyar Williams-szindróma Társaságot, majd 3 éve a Ritka Betegségek Szövetségét. Tagjai maguk az érintett személyek, illetve családtagjaik. Már a körülbelül 8000 betegséget számoltak össze. Ezek között szép számmal van olyan, amit nemhogy az átlagember, de még az orvostudomány sem igazán ismer. Rendszeres találkozókon cserélhetnek tapasztalatokat a szülők és a betegek. Krisztiék hetente gyűlnek össze, hogy fejleszték önmagukat, valamint szakmai tanácsokat kaphassanak a klubhoz tartozó szülők. El lehet képzelni, hogyha egy olyan betegségem van, amiből összesen vagyunk 10-valahányan, akkor miféle ellátást kaphat az a beteg? Hát senki nem ismeri föl, nem kap diagnózist, nem kap kezelést. Kriszt is hasonlóan jött a világra. Senki sem tudta konkrétan megmondani, hogy mi baja lehet a kislánynak. Az egyik orvos azt mondta, hogy ugyan már majd kinövi, nem lesz semmi baj, csak hagyjuk békébe, majd rendbe jön. A másik az meg pont az ellenkezőjét mondta, az azt mondta, hogy na hát jobb, hogyha ezt be is adják egy intézetbe, mert járni se fog. A család 10 évig élt bizonytalanságba, idejüket és energiájukat arra fordítva, hogy kiderítsék, milyen betegségben szenved a lányuk. 1993, amikor Kriszti apukája lehetőséget kapott, hogy az Egyesült Államokba taníthasson, ahova családja vele tartott. Kiérkezésük után nem sokkal Kriszti állapota válságosra fordult. Sor került egy olyan műtétre, ami életmentő műtét volt, és hogyha akkor mi nem vagyunk jókor jó helyen, akkor bizony lehet, hogy nekem most nem három, csak 2 gyermekem lenne. A lány artériái beszűkültek, melyek az aortától a vesé felé mennek. Életveszélyes állapotba került. Azonnal műtőbe tolták, ahol 8 óra alatt a kislány szervezetébe műereket ültettek be, ezzel megmentve az életét. Ekkor történt meg az is, hogy annyi év elteltével diagnosztizálták a betegségét. Williams-szindróma. A 7-es kromoszómán kitörik egy 20 génnyi darab, és ennek a hiánya gyakorlatilag ez okozza ezt a betegséget. Az orvostudomány szerint 2 egészséges embernek 6% esélye van, hogy beteg gyereket nemzenek. Kriszti esetében ez a szám soknak bizonyult. A Williams-szindróma nem örökölhető, csak a konkrét betegtől, így Krisztike soha nem vállalhat gyereket. Nehéz lehet mindezek tudatában élni és létezni, hiszen egy ilyen szindrómába szenvedő ember értelmileg és érzelmileg teljesen tisztában van önmagával. Az IQ-juk átlagosan 60. Felismerik a betegségük ritkaságát és azt, hogy ez elszigetelődés hoz számukra. Valakit egyáltalán nem érdekel, hogy a mellette lévőnek mi a baja. És ez a gond. Mert hogyha nem tudod, hogy mi a gond, akkor még nagyobb baja is lehet abból, hogyha ő nem tudja.
A Kriszihez hasonló betegeknek nagyon érzékeny a hallásuk. Kriszi sohasem tanult zongorázni, mégis ügyesen játszik a hangszeren. Tökéletes nyelvi érzéke, hallása hozzásegíti ahhoz, hogy anyanyelvi szintű kiejtéssel olvasson, beszéljen angolul. One day Sally found a secret house, which nobody knew about. Az országban körülbelül a Ritka Betegségek Szövetségének köszönhetően 100 diagnosztizált Williams-koros gyerek van, de a valós számuk akár 500 is lehet. Hatalmas előrelépés, hogy már van olyan csecsemő, kinél a kort beazonosították, így a fejlesztés igen korán elkezdődhet, jobb koordináció és magasabb IQ-t eredményezve. A szövetség mindenkinek lehetőséget ad, akik bármilyen ismeretlen korban szenvednek. Megnyisson egy ajtót, mely segítségével tudást, reményt és gyógymódot kaphatnak. Riportunkat megnézhetik weboldalunkon is, kattintsanak a www.lifenetwork.hu-ra. Ez volt mára a Life magazin. Tartsanak velünk továbbra is minden hétköznap 6 órakor itt a Life Networkön. Minden részletet megtudhatnak rólunk a www.lifenetwork.hu weboldalon. Várjuk leveleiket is, önök milyen témát látnának szívesen a Life magazinban. Viszontlátásra!